Magyarországon a Fidesz-KDNP és a jobboldal ereje teljében van, így fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője Orbán Viktor tegnapi előadásáról. A kormányfő ugyanis Tihanyban arról beszélt, hogy a kétharmad áll, mint a szöveg, és innen még a végét sem látni. A nyárzáró fesztiválon a háborúról és a jövő évi EP választásokról is kérdezték a kormányfőt. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint fontos eredmény lenne, ha 2024-ben már európai szinten vitázna egymással az európai jobb és baloldal. Áll még mindig, mint a szöveg? Ezt kérdezte a moderátor Orbán Viktortól Tihanyban a nyárzáró fesztiválon. A kormányfő ugyanis 11 éve az akkori tranziton azt mondta, a kétharmad áll, mint a szöveg. A kormányfő most is derülátó választ adott. Az még csak hagyják, hogy azóta egyfolytában áll. Ami igazán fontos, hogy innen még a végét se látni. A kormányfőt kérdezték a jövő évi EP választásokról is. Azt mondta, az a legfontosabb kérdés, hogy a globalisták vagy a szuverenisták határozzák-e meg, hogy merre haladjon Európa. Kiemelte, Magyarország az erős szuverén államok Európájában lehet sikeres. És ennek a választásnak az a tétje, hogy a harc színterét áttegyük Brüsszelbe. Nekünk ezt a csatát az Európai Parlamentben kell megnyerni, az Európai Bizottságban kell megnyerni, az Európai Tanácsban kell megnyerni. Tehát a harc színtere a választás után az európai intézmények világa. Helyre kell állítani ezt az egyensúlyt, mert egyébként létrejön egy Európai Egyesült Államok-szerű birodalom, és abban a magyarok nem járhatnak jól. Orbán Viktor beszélt az orosz-ukrán háborúról is. Kifejtette, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés pénzt küld Ukrajnának, szankciókat vezet be. Csak hogy az idő bebizonyította, ezek nem kényszerítik térdre Oroszországot. Elküldtünk, most csak Európai Uniós összefüggésben beszélek, elküldtünk eddig 70 milliárd eurónyi pénzt, és most éppen azt vitatjuk, hogy küldjünk-e újabb 50 milliárdnyit, aztán még a jóisten tudja, hogy mennyit. Miközben egyébként az európai gazdaság olyan súlyos bajokkal küzd, hogy minden egyes pennyre szüksége volna, hogy visszanyerje a versenyképességet. Orbán Viktor emlékeztetett, ebben a háborúban eddig már több százezren vesztették életüket, ezért azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Magyarországon a Fidesz-KDNP és a jobboldal ereje teljében van. A jobboldal erőssége és a baloldal gyengesége játszott közre abban, hogy a Fidesz-KDNP kétharmados felhatalmazást szerzett 2010-ben, és ezt azóta is őrzi. Mondtam Ráz Ágoston Sámuel a kormányfő előadását értékelve. A Nézőpont Intézet vezetője nagyon fontos gondolatnak nevezte Orbán Viktornak a jövő évi EP választások kapcsán kifejtett álláspontját. Szerinte ehhez az kell, hogy megtörjön az EP-ben a baloldal egyeduralma. Magyarországon a konzervatív, kereszténydemokrata, népnemzeti erőknek az egysége alakult ki a Fideszben. Ha egy ilyen egységes jobboldal létrejöhetne az Európai Parlamentbe, az lenne az ideális. De ha már az európai szintén zajlik jobboldal és baloldal között a vita, az is már egy fontos eredmény lenne 2024-ben. A Nézőpont Intézet vezetője arról is beszélt, az EP választások eredménye lehetővé teheti azt is, hogy a nyugati hatalmak megváltoztassák az ukrajnai háborúhoz való hozzáállásukat.